200 évvel ezelőtt, 1819. május 3-án Kecskeméten született Salamon Antal kártyakészítő, aki az 1850-es években magyar kártyákat készített kecskeméti műhelyébe. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat kecskeméti levéltárában található egy 1855-ben kelt helyhatósági végzés, amelyben két zugkártyás példás büntetéséről szólnak. A periratok mellett egy teljes 32 lapos telkártyát és egy 14 lapos tükörképes, soproni képes kártya töredékét is őrizték 134 éven át. A kártyacsomagon felirat is áll, készült Salamon Antal gyárában, Kecskeméten. A különleges tárgyakat először a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum kártyakiállításán láthatta a közönség 1989-ben.